Az elmúlt 70 év legsúlyosabb aszálya Olaszország több régiójában is érezteti hatását. Vannak területek, ahol vízkorlátozást vezettek be. Sok városba a teherautókkal kell vizet szállítani. Egyes helyeken éjszakára teljesen elzárják a vizet. Északon a Pó folyó térségében megbénult a rizs és kukorica termesztés. Az Agrárszövetség becslése szerint az idei csapadékhiány több mint 3 milliárd euróba kerül. Az állatállomány miatt is komolyan aggódnak. A tehenek miatt szellőztető rendszert kellett kialakítanunk, hogy bírják a hőséget. A berendezés 65 ezer euróba kerül. Erre még rájönnek az áramköltségek. A ventilátorok a nap 24 órájában működnek, éjjel sem állnak le. Magyarázta Ettore Ferrarini szarvasmarha tenyésztő. A problémát súlyosbítja az, hogy télen sokkal kevesebb hó esett, különösen az Alpok déli részén. Így kevesebb hóolvadék jutott a folyókba. A tudósok szerint ez egyértelműen az ember okozta klímaváltozás következménye.